Ja, megy a stream. Sziasztok, hackerek! Üdvözlünk mindenkit a Bátfai Axor Stream 487. adásán, és családi lót folytatjuk. Csak közben akkor a Discordon is próbálunk. Úgyhogy én fölvettem a fülhallgatót még a fülesre. És Grétáska, akkor nyomjátok a játékot. A meccskeresés szerintem mehet. Szerintem is a jungle-nek mész. Elfogadáson. Na, írja be mindenki gyorsan, hogy mi akar lenni. Na, ez tök jó, valaki beírta, hogy a B-hakszorok azok mid. Nagyon jó, nagyon jó. Oké, és oké. Na most Matyi nem játszik, mert a egyik setupunk az elég instabil. Úgyhogy próbálunk itt csapatot építeni. Úgyhogy... Ugye ez sima, normál game, ugye ez nem valami ranked. Nem baj, te írtad be először a botot, úgyhogy nyugodtan válasz egy lövészt és gyere bottomra. Nem baj, nem baj. Mi el leszünk ott bottomon. Nándi, akkor most... ez szerintem jó. Amelyik szimpatikus vétácska. Na srácok, akkor próbáljunk kommunikálni, most azt kéne kipróbálni, hogy hárman tudunk-e akkor így, hogy Nándi jungle, akkor ugye Nándó? Sújtást hoztál? Oké, szuper vagy. És akkor Nunu-val nyomod, Nandi? Oké. Okay. Tehát nagyon, na, nyomjátok a hőstörténeteket, majd én itt, akkor én meg beolvasom majd a streamre, mintha én lennék ilyen okos. Nandi vágja a hőstörténeteket, hallod? Szivirrel egyébként, Szivirrel szerettem játszani én is. Szóval elmondom a nézőknek, hogy Szivírnek elég rossz hőstörténete van és hosszú. Nándító hallottam most a DC a fülesben. Nándikám, meséld el nyugodtan. Most nem tudom kitenni a streamre a Discordot, mert most a Discordon mobilról mentem be. Mert én hallgatom a játéknak a zenéjét is a fülesben. Ne lennyi el. Te írtad be először. Nem baj, mi most a kommunikációt gyakoroljuk egymással, érted? Tehát ez nem vagy troll, mert te írtad be először, hogy bottom, ha majd észreveszi magát. Hát szerintem egy fog beleférni későn, sokat matekoztunk. Így is a két matek feladatot még nem csináltuk meg a végéről. Egyet játszunk, egy fog beleférni. Most mondom, hogy egy. Ja, hogy akadozik a komoly. Ja, értem, rossz a vétel, rossz a vétel. CQ. Itt W9 GFU. Ezt tudjátok, hol mondták? Nem a Matrixban. Ezt a kapcsolatban mondta a Eleanor L. Örö, vagy a kislány. Nem emlékszel rá, amikor a rádióamatőrkölt a kislány. Nem emlékszel rá? És neki volt a hívójele, hogy CQ. Itt W9 GFU. Srácok, mikor indul már ez a meccs? Na, mit szóltak? De figyelj már, de az ellenfélben is látom, hogy van egy Miss Fortune, meg egy Zaja is. Ott is két lövész van. Nem tudom én sem. Szerintem
Tőlünk meg ez az ujjáka a Veigar fog menni midre akkor, ugye? Szóval remélem, hogy ez a Miss Fortune, ez a Pataskovi, ez topra akar menni. Ne, Nándi, mi együtt gyakoroljuk, mondom, tehát a... Nándikám szenden farmoljál, és azt gyakoroljuk, hogy bejössz genkelni majd a bottomra. Azért beszélünk, hogy tudjuk ezt tesztelni. Ez mindig ilyen rohasokáig szokott elindulni mostanában is? Én már 100%-on vagyok. Na, elindult. Oké, zsoké, lent vagyunk, királyság. Menjek segíteni Nándi parancsnok? Ja, jó, akkor a toposra menj, oké. Hát a Miss Fortune remélem, hogy nem fog be, nem. Ez afkó szerintem, remélem, hogy nem. Azt mondod? Vásárol? Hát... Per pillanat én nézem a tabulátorral, még semmit nem vásárolt. Tabulátort nyomtok, lehet látni, hogy semmit nem vásárol. Hát ne, nem baj, gyerekek, lehozzuk ezt a meccset hárman. Optimizmus, nem így van? Mondjad, itt... Ott már vannak idézők, Gréta, nézd csak! Nem kapjuk el? Késő jötté. Hát igen, minden, ez meglátjuk. De akkor Miss Fortune úgy látom, a magához tért. De vett valamit a Miss Fortune is. Játszik azt szerintem. Na, Gréta, gyere farmoljál, mert itt van lövész meg támogató. Nyugalom. Te csak farmoljál. Én meg próbálok. De azért vigyázz, mert sebzősz te is rendesen. Nekem még csak elképességem van, még healelni nem tudlak. Meg amúgy se, az elején nagyon kevés mannám van, szóval... Jön? Na, ez jó hangzik. De Nándikám, egyedül ne támad meg! Jó volt, Nándi, jó volt! De Nándi, ilyenkor figyelj a többiekre, Réta, mert Nándi nagyon jó nyomta. De Nándi, ne halljál meg, gyere vissza inkább! Királyság! Szóval Réta, azért még ilyenkor gyere, mert itt most még mentek az események. Helyes. Én nekem kellett volna védeni téged, csak félre nyomtam, itt akartam én nyomni itt azt a gombot, de nem sikerült. Ajaj, megjött a támogatója, úgyhogy... Nem állunk, jó. Bocs, ezt beragadtam egy kicsit.
Ajaj. Hát lehet, hogy haza kéne mennem. Ezt is valahogy nagyon elbénáztam, gyerekek. De a Discordon beszéljünk, ne írgáljátok, az csak lelassít. Azért beszélünk, hogy ne írogassatok. Na jó, de kérdezz rá, hogy készen vagyunk. Hát én meg mondtam, hogy megyek haza, akkor hiába jössz. Nem volt már... Nem volt életem szinte semmi, Nándó. Jó. De nem Miss Fortune-t lebenyitottam. Dobrál rá Gréta egyet. Bozs Gréta, nem akartam, én vittem el véletlenül. De nem állunk jó bottomon, de többet nem csinálok ilyet. Ezt neked akartam hagyni, csak féltem, hogy megszökik. Ott jön mögötted, Nándi, valaki, de itt három elkaphatjuk. Jók vagytok? Nándi, kell, nagyon jó vagy. Ez a csapat. Ennyit számít, hogy csapatba játszunk, srácok. Nem nagyon... Nem nagyon van mannám, de ezért mondtam, hogy jobb, hogyha kommunikálunk. Ezt mondtam, hogy egy más minőség. Gréta, gyere hátrébb, mert Yasuo támadni fog minket, genkelni akarnak szerintem, nézd csak. Picit valóban, be akart keríteni, nézd meg a sutyó Yasuo, hagyjuk őket, mert nincs elég HP-d és hárman vannak itt. Szerintem két vonuljunk vissza addig. Még várja, elmennék egy kicsit, fel kéne töltenem a mannámot, de ezek most nagyon támadnak itt. De ott vannak az egyik a bozótban, valami hárman vannak itt. Ott van egy a bokorba, kettő, itt van Miss Fortune is, mondom, ezek be akartak minket itten. Hárman itt vannak, Nándi, sakba tartanak minket, látod. De én még nem vásároltam pajzsot. Mondtam, hogy vissza kellett volna vonulni, srácok. Mondtam nektek, hogy ez még korai. Figyelj, mondtam Nándi, hogy ha nincs mannám, akkor esélytelen a dolog. Most a tornát lehet elveszítjük. Hát legyen igazad, hogy nem. Szerintem el fogjuk veszíteni. Hát nem már
Hát majdnem a fele lement a toronynak, három idéző van ott. Szóval Nándi, mondom, hogy vissza kellett volna vonulni, és most akkor úgy jönnénk, hogy megcombosodva, így meg majdnem pórul jártunk. Most ők kaptak egy csomó goldot a két gyilkosságért, tehát erre figyeljünk, srácok, hogy... Nándikám, most ők szerintem per pillanat erősebbek nálunk. Csak farmolgassatok szerintem is. Mert véletlenül benyomtam egy killt én is. Ennek a toronynak vége lesz, srácok, szerintem. Jaj, nem figyeltem, Miss Fortune megint el tovább. Gyert, akkor vonulj vissza te is, mert Nándi azt mondja, hogy elmegy. Jó, elmegyek én is, veszek még egy kis életerőt. Hát életerőt mégsem sikerült, hanem inkább fürgébb leszek most. Csizmát. Elszámoltam magam. Nekem még 40 másodperc kell az út, még. Későn kapcsoltam, bocsa. Jó. Jó. Maradjunk együtt, cica.
Hát gyerek, ezek majdnem kiszedtek a torony alatt is. Hát Gréta, ez most nem rólunk szólt ez a meccs. Hazamegyek én is, gyerekek. Azt mondod? Mit csinálunk? Jó. De maradjunk együtt, Nándi! Hát várjál, még elintézzük. Na, menjünk bottomra, Gréta, és kapjuk el hátulról Jaszúékat. Aha. Egy kicsit most éreltem rajta, de nem sokattól. Még két menjünk előre szerintem ezzel a lendülettel. Meghaltam én is sajnos. Ez szoros meccs. Jó. Én meg hazamentem, mert meghaltam. Megyek utánad, elég gyors vagyok. Szikrázik a csizmám. Vigyázz, mert ott vagy a szó. Hát még ne szerintem, várjuk meg Nándót. Nándi, Discordon megint nem hallak, mi van? Ki is írta, hogy Gréta kilépett a játékból. Jó volt, ügyes volt. Varvika vesztére jött ide.
Elérte a képességem, de meglógott. Nádi, nem hallunk semmit, csak a telefonot dobálod, de a hangodból semmit nem hallani. Nádikám, nem tudom, mi történt, de valami Discordon nem hallunk. Nándi, Discordon nem hallunk egyáltalán, fiam. Segrét a sején, csak azt hallom, hogy valami hangjon a konyhából. Ne, gyere inkább itt a varvikékat kapjuk el, gyere fönt! Most jó, most tökéletes. Mi történt? Most jó. És jön ez is. Minden nagyon jönnek gyerekek, úgy látom. Ez nagyon keményen nyomja, de elintézzük szerintem. Durva. Nem igaz, engem is elfog. Hát ez hiba volt, igazad volt az életlopásra. Nádikám, rád kellett volna hallgatnom. Igen, az életlopásra nem figyeltünk. De dolgozzunk együtt, srácok, addig jó volt, amíg együtt mentünk. Ügyes vagy. Miss Fortune elhozta a sárkányt, úgy látom.
Ja, szóval így sejtenkedik, ja. Rá, igen. A torjatnak próbáljuk kivinni ezt is. Menjünk. Valaki hazaér akkor, mert úgy látom, hogy a szó nagyon gyilkolja ott. Próbáljuk bekeríteni? Jó, jövök. Jövök. Megyünk végig akkor fölfelé? Jó. A szandot most már végsőkig nyomjuk? Útit benyomtam a biztonság kedvéért, mert minyonok nem voltak. Ebből nem jövünk ki, jó? Igen. Nem, erősek, erősek. Próbáljunk visszavonulni a szuperminyonokkal, hát ha el vannak. Védtem, látod, de lehet, hogy belehalunk ebbe, ha Nani nem támad vissza. Én föláldoztam magam most, ez hiba volt. Hát Nádikám, én rég nem játszottam még. Hát bocsi, legközelebb mondjad, hogy apa mennyi haza. Na jó, de nem tudatosult benne. Király vagy. Nagyon ki van egyensúlyozva a meccs, úgyhogy nagyon kell figyelni, mert egy hosszabb leállás, aztán elveszítjük. Jó, de ők is lehet, hogy megnyerik, ha megindulna. Ez egy nagyon nagy adok-kapok játéknak tűnik nekem. T
15 másodperc az ultimig. Menjünk rá akkor? Jó. Már azt elhasználtam rá a bénítást, sajnos. Hol vagy? Jasszó, mögöttünk! Na, nagyon... Nándikám, kegyetlen ügyes vagy. Nagyon jó ez a karakter. Neked nagyon megy ez. Én nem is tudtam, ez ilyen jó karakter. Hárman meghaltak, de barangozni szerintem nem korai, nem tudom. Ti vagytok az ész. Mondjad. Kapjuk el a sárkányt, segítsünk Veigarnak. Ja. Ja. Hol jöjj a szó? Az a baj, hogy nincs mannám egyáltalán, srácok. Az a baj, nincs mannám, srácok, esélytelen, ki fognak nyírni, hárman vannak rajta. Ó, most már oda kell figyelni. Mondtam, hogy nem volt mannám. Az elég nagy baj, mert ászok, mindannyian halottak vagyunk, és fél perc, lehet, hogy el is veszítjük a meccset. Én még egy 10 másodperc. De most már maradjunk együtt szerintem. Aha. Jövök, itten fénysebességgel jövök. Na, késő. Ügyes vagy. Igen, most jobbak vagyunk. Na, de most egy kicsivel... barom most van. Ja, most nincsen. Van. Mert most lesz 20 másodpercünk, nem intézzük el? Ja, meg eleve fönt vagytok. Hát jobb így, igazatok van.
Nagyon prók vagytok. Na srácok, de akkor már csak Miss Fortune menekül? Hát lenyomnak minket. Elbír menekülni szerintetek? Na jó, de most ők is visszatámadnak. De Miss Fortune túlélte, az a lényeg. Lehet ott Veigart, lehet elbírjuk kapni Miss Fortune-nel, ha... Hát easy win, oké, de most Miss Fortune-nek megpróbálok segíteni. Ajaj, Miss Fortune-nal akartunk csapdázni, de minket csapdáznak be, úgy látom, hogy itt ketten jönnek. Sőt, fentről is jönnek. Hol vagytok? A biztonság kedve egy ultit benyomtam, de lehet túl korán. Bocsi srácok, nyomtam én mindent. Veigarnak le meg segíteni, mert úgy látom, ott gond van. Egyben lenyomtam Miss Fortune-t, ez hihetetlen. Ajajajajajajajaj, de Zaja szerencsére nem mozdult rá. Na, akkor menjünk, a Dragont intézzük el tényleg. Zaját megfogom én itt. Na jó, de az inhibitort lenyomta volna Zaja, hogyha nem maradok itt. Hát Nádél, akkor elvitték volna, sőt, Zaja megint visszajött és megint elviszi az inhibitort. Elhoztuk a baront? Nem. Szikla, vérted van, hogy te miket tudtok? Aha. Én már itt farmolgatok kínomba. Itt jön egy 16-os asszúvó, srácok. Én mondtam, hogy nem, nincs az a meccs egyáltalán meg még. És még így is elmenekült, pedig elhasználtam rá ugye a fárosztást.
Jövök. Na most próbáljuk elhozni a tornyot, szerintetek beérünk addig? Hát, szuperminulok vannak szemben, az a baj. Menjünk, ne... De jöjjünk visszafelé, nem? Hát, de jöjjünk vissza inkább. De ne halljunk meg, mert akkor elveszítjük a meccset. Ezért mondom, hogy mindjárt elvesztjük a meccset, hogyha nem figyelünk, srácok. Mondjátok. Jó. Mehetünk. Nekem is van úgy, hogy próbáljuk meg akkor. Na akkor megpróbáljunk egy rohamot befejezni. Ah, de Veigar megint ott van. Na csak nehogy Veigar kivegye ott a... Sőt, oda fog valamelyik szerintem még teleportálni. Az a bajod nincsen. Fejezzük be most. Ah, de tudtam, hogy befejezzük. Ügyesek vagytok. Na, jó játék volt. Ez azért munkás volt. Kemény volt. Kemény meccs volt. Az egyértelmű. Mit kaptatok? Én átkaptam. Már nem, már később megyünk lazítani, pihenni. Ügyes voltál tényleg nagyon. Na, srácok, köszönjünk el, pihenjünk, lazítsunk. Sziasztok, hackerek! Ma elköszönünk. Még megbeszéljük, hogy lesz-e még Clash stream, de a LOL-al most kilépünk. Sziasztok, hackerek!